Köszöntöm nézőinket, önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Ötnapos programmal várták az érdeklődőket, speciális művészeti fesztivált tartottak Tamásiban. Megújult a templom, Nagyszokolyon hálaadó istentiszteletet tartottak. A holokauszt áldozataira emlékeztek Tamásiban. Sok év után végre falunapot tartottak Szakadáton. Országos kerékpárbajnokság Tamásiban. Július 3-a és 7-e között rendezték meg a speciális művészeti fesztivál Tamásiban. A többnapos eseményen az ország különböző pontjairól érkeztek csoportok, akik megmutathatták produkcióikat és alkotásaikat a közönségnek. A fesztivál célja az élményteremtés és a művészet ünneplése mellett a társadalmi integráció volt. Július első hetén rendezték meg a speciális művészeti fesztivál Tamásiban. A rendezvény keretein belül az érdeklődők hétfőtől csütörtökig az ország különböző pontjairól érkezett csoportok fellépéseit és alkotásait tekinthették meg. Speciális művészeti fesztivál, vagy más néven van fesztivál, amely azt jelenti, hogy értelmi fogyatékos emberek művészeti, kulturális fesztiváljára érkeztek az ország több részéből tagintézményeink, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület tagintézményei. Ez a fesztivál 35 évvel ezelőtt, pontosabban 36 évvel ezelőtt indult 1987-ben Egerből, de a 35. fesztivált rendezzük. Sajnos egy fesztiválunk a járvány miatt az elmúlt években kimaradt, és Eger és Tamási úgy kapcsolódik össze, hogy Egerből indult a fesztiválnak a néptánc és népdal találkozó része, Tamásiban pedig a 90-es évek elején a verses prózamondók és színjátszók találkozóját rendezték meg, tehát értelemfogyatékos emberek számára. És ez a kettő egyesült, így jött létre egy összművészeti fesztivál, amely aztán az elmúlt években a VAM Fesztivál nevet kapta. A fellépések változatosak voltak, táncosokat, zenés előadásokat is láthatott a közönség. Akik a műsorokat megnézik, tehát lényegében a fesztivál több program sorozatból áll. A fő része lényegében annak a 22 szociális intézményi csoportnak az előadása, amely zene, ének, tánc, néptánc, társastánc, színjátszás művészeti ágakban különféle bemutatókat tartanak, értelemfogyatékos művészek, alkotók, és a nézők a hétfő este, kedden, szerdán ezeket a bemutatókat láthatják. Ezt egészítik ki olyan programok, mint például ma az Ajkai Hangadók zenekar koncertje, amely már a szabadtéren kerül megrendezésre, illetve van két kiállításunk, amit az érdeklődők megnézhetnek. Az egyik Fábián Gábor fotográfusnak az Arcképek című portréfotó kiállítás, amely fesztiváli portrékat jelenít meg, a másik pedig a Budapest Újpalotai Énónak a szabadtéren felállított kiállítása, amely különféle idézeteket adott a sérült alkotók szájába. Többek között a Hangadók zenekar is fellépett, akik egyenesen Ajkáról érkeztek a fesztiválra. A Hangadók zenekar Ajkáról jött, és a Molnár Gábor Műhely Alapítványnak a zenekarról, sérült fogyatékos fiatalok zenélnek. Most ugyan két kísérővel, a gitáros és a basszusgitáros, akik képek, de a zenekar többi tagja fogyatékkal élő. A dobosunk például vak, és ő az énekes is. A Hangadók zenekar idén novemberben 15 éves, tehát egy viszonylag nagyobb múltra visszatekintő zenekar, és ilyen 55 dalos repertoárunk van, úgyhogy igazándiból elkezdjünk egy elejét, aztán majd érezzük, hogy mi megy, mi nem megy, és mindig arra haladunk abba az irányba. Saját dalok is lesznek, valamint feldolgozások a Petőfi Rádió irányból és a Retro Rádió irányából is. A rendezvény egyik főbb célja a speciális művészet ünneplése és bemutatása mellett a társadalmi integrálás. Talán mindenki tudja, hogy az értelmi fogyatékos emberek vagy bentlakásos intézményekben laknak, vagy családokban élnek, és nappali intézményekben vagy iskolákban járnak, de mégis egy viszonylag zárt közösséget alkotnak. Egyrésztről ennek a zárt közösségnek kíván a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület a rendezvényeivel és ezzel a kulturális fesztivállal egy nyitottságot adni, tehát hogy egy héten át valamely magyarországi befogadó városban vannak ezek a csoportok, itt részei az itteni kulturális életnek, és itt lépnek színpadra. Ez az egyik oldal, hogy a tagintézményekben élő fogyatékos embereknek élményt adjunk, találkozási pontot, és egy hetes kulturális feltöltődésnek szoktuk mondani. A másik része pedig a társadalmi integráció egyszerű módon fogalmazva, hogy ezzel a fellépésekkel, azzal, hogy ők
olyan művészeti színvonalon mutatják be a produkciókat, hogy az már valóban színpadra kívánkozik, hogy ezekkel a fellépésekkel megmutassuk őket egy adott város, jelen esetben tamási közönségének, a város lakosságának, és ezzel úgymond érzékenyítsük a lakosságot, és talán növeljük a befogadást, illetve a toleranciát. Hálaadó istentiszteletet tartottak a nagyszokói református templomban, ugyanis befejeződött az épület felújítása, illetve az orgonájukat is megjavították. Sokan részt vettek a ceremónián, hogy együtt örüljenek a település lakóival. Így a kezedre is, ha lássuk ebben is a te akaratodat, művedet, munkádat. Köszönjük, Urunk, hogy tovább léphetünk és tovább mehetünk. Köszönjük, hogy abban akarsz utat mutatni nekünk. A közös állami és egyházi támogatással megvalósult több 10 millió forintos helyreállítási munkálatok után a templom újra régi fényében tündökölhet, immár korszerű vízszigeteléssel, burkolatokkal ellátva. Az összegből még kisebb javításokra is futotta. A felújított orgonával pedig már az istentiszteleteket is kísérhetik, illetve különböző rendezvényeket is szervezhetnek ezáltal. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy templomunkat kívülről felújíthattuk. Igazából az évek munkája, az elmúlt 5 évnek a munkája. Ez 2019-ben kezdtük el a munkákat. Hát állami támogatás által a Dunamelléki Református Egyház kerületen keresztül érkezett 38 millió forint templom felújítására is. Ebből sikerült a homlokzatot visszigetelni, vakolni, színezni, illetve a lábazatot is, és hát ezen kívül kisebb javítási munkákat, a nyilázárók javítási munkáját, csatornázást végezhettük el. Hát nagyon szükség lenne még a belső munkáknak az elvégzésére, szükség lenne a folytatásra, és hát reméljük, hogy ez is erre is sorra kerül, ez is sorra kerül a jövőben. Hát szeretnénk megköszönni a magyar kormány támogatását, Dunamelléki Egyházkerületnek a támogatását, és ezen kívül az orgonánk is ugye megújult. Ez is a magyar kormány támogatásával, pályázati támogatásból 4 millió forint összegben újulhatott meg, és hát szeretnénk ezt a hangszert is jövőben többször használni, akár kulturális rendezvények, tehát kulturális rendezvényeken megszólaltatni, de hát az igazi célunk az lenne, hogy az istentiszteleteken szólaljon meg, és kíséri a gyülekezeti éneket. A közösség összekovácsolásának érdekében, illetve hogy a fiatalok minél több teret kaphassanak hitük elmélyítéséhez, már is számos tervük van a jövőre nézve. Igen, nagy jelentősége van annak, hogy a gyülekezetnek az épületei, a gyülekezetnek a terei megújuljanak, hiszen közösségi létnek egyik feltétele az, hogy meglegyenek a megfelelő infrastruktúrális eszközök, helyszínek. Itt ez az iskolaépületünk, ezt is ugye az elmúlt években újítottuk föl, erről ugye nem is beszéltünk, mert ez más kategória, de ebből is szeretnénk majd egy ifjúsági házat a későbbiekben kialakítani. Nyilázárók lettek itt is cserélve, termek lettek felújítva, vizes blokk lett kialakítva, és hát reméljük, hogy ez is a jövőben még folytatódik, és tényleg egyre több terület lesz, egyre több tere lesz a gyülekezetnek. Jelenleg is itt folynak már ugye a gyermekisten tiszteleteink, a gyerek alkalmaink, most a nyári gyerekhetünk ezen a
az udvaron, ebben az épületben zajlott 30 helyi, főleg nagyszokói gyerek érkezett minden nap erre a hétre, ahol azért Isten igéjével foglalkoztunk, meg hát igyekeztünk megszerettetni a gyerekekkel az egyházat, a hitet, a gyülekezeti életet. Mint ahogy a református püspök is elmondta, az övék a jövő, ezért kiemelten fontosnak tartja ezeknek az épületeknek a megóvását, hogy ezáltal átadhassák az idősebbek a hit szeretetét nekik. Nagy dolog az, hogy egy több száz éves templomban újra megtelnek a pastorok, hiszen itt talán még 1000 ember is elfér, de itt a környékről is, a faluból is, Nagyszokolyról eljöttek sok-sok gyerek, fiatal, itt volt, nekünk ez a jövőnk, és az a jövőnk, hogy a templomban otthona találjunk. Ebben segít az, hogy most már azért kívülről úgy néz ki ez a templom, hogy büszkék lehetnek rá a helyiek. Még előttünk van a belső felújítás, a bízom benne, hogy az is meg lesz. És hát az orgona csodálatosan szól, ha ezt kiváló művészek szólaltatják meg, mert az Úristen nagyon különböző módokon hív bennünket. Bach muzsikájától elkezdve hív bennünket a lelkipásztor szaván át, a presbiterek, a gyülekezeti tagok bátorításával, és hát mindenek előtt természetesen a Bibliából szóló igével, úgyhogy azzal kezdtük, azzal fejeztük be az Isten tiszteletet, most pedig itt fehér asztal mellett úgy vagyunk együtt, hogy örülünk annak, hogy milyen sokan vanunk, és milyen jó együtt ünnepelni. Az egyháznak az a titka, hogy nem számokban mérjük. Nem abban mérjük, hogy hány szány, hány ezer, hány millió, hanem ha csak egy ember van, aki odaül egy szenvedő mellé, a betegágy mellé, és meglátogatja, akkor ott már egyház van. Hogyha egy kisgyermeknek megtanítunk egy olyan imádságot, akkor amikor bajban van, ez neki segítséget, örömet jelent, akkor ott már egyház van. Hogyha két fiatal egymásra talál, és biztosak benne, hogy ők nem csak magukat választották, hanem az Úristen rendelte őket egymáshoz szeretetben, szerelemben, akkor ott már egyház van, és mindenütt ott, ahol az emberi sorskérdésekben, nehézségekben, egyéni életekben, közösségi életekben nehézség van, vagy öröm van, ezt gyakran elfelejtjük, azt mind megköszönhetjük az Úristennek, és bízom benne, hogy egyre többen lesznek olyanok, akik ezt így megköszönik, és érzik az összetartozást, és az Isten szeretetébe való beletartozást. Az emberek sokszor észre sem veszik, hogy életük mindennapjaiban is ott van az egyház, a hit, és hogy mennyit tudnának meríteni belőle. A náci eszmék miatt meggyilkolt zsidó áldozatokra emlékeztek Tamásiban is. Csak az országnak ezen a részéről közel 200 ember deportáltak. A mindörökre ismeretlen végül is így lesz otthonos. Mint hervadás az őszi lombot, a pusztulás bebalzsamoz. Kihűlt ez a világ, senki földje. S mint tetejébe hajított, ócskavasak, holtan merednek reményeink. A csillagok. Tamásiban a deportálás 1944. július 4-én az Eötvös és Arany János utcák, valamint a Kossuth tér által határolt gettóból kezdődött. A település sokáig ellenállt az akkor már Európa szerte és hazánkban is százezrek halálát követő fasiszta eszméknek. 79 éve fél milliónál is több nőt, gyermeket és férfit küldtek haláltáborokba, vagy pusztítottak el másként a náci eszméket vallók, csak azért, mert az áldozatok legnagyobb része zsidó származású volt. Közülük közel 200-an Tamásiból indultak a biztos halálba. 184 zsidó polgárt Auschwitzba, és sajnos csak 32-en tértek vissza. Válogatás nélkül sajnos elvittek tanárokat, munkás embereket, édesanyákat, édesapákat. Sajnos a náci gépezet az nem kímélt senkit. A településen az egykori zsinagóga falán márványtábla emlékeztet mindenkit a borzalmakra. 2004 óta márványtábla emlékeztet a történelmi szörnyűségekre. Ez volt a zsinagógának a fala, és ide került ez az emléktábla. A náci vérengzés következtében elhunyt zsidó áldozatok számát a történészek 5-6 millió közöttire teszik, közülük minden tizedik magyar állampolgár volt.
Hosszú kihagyás után végre megrendezhették a falunapot Szakadáton. A helyi közösség és a közeli települések is összefogtak, hogy megvalósulhasson a program. A jelentős számú sváb nemzetiséggel rendelkező településen az egésznapos ünnepség során számtalan hagyományőrző programot is láthattak az érdeklődők. Szakadáton 2019 óta nem sikerült ezt a fajta összejövetelt megtartani, ezért most mindenki nagy örömmel készült a színes programokra. A falu apraja nagyja részt vett a szervezésben, előkészületekben, de még a környező településekről is jöttek lelkes segítők. Az így megvalósult összefogás eredményeképp sikerült kicsiket, nagyokat egyaránt szórakoztató műsor bemutatni. Szerintünk nagyon jó újra itt lenni. Egy jó pár évvel ezelőtt voltunk, nem igaz? És jó hangulat. Ismételten eljött egy nap, amikor falunapot rendeztünk, óta nem volt, ugye tudják, a Covid még egyik betegség közre játszott. Úgy döntött a képviselőtestület, próbát teszünk, hozzáállunk, és megszervezünk egy ilyen rendezvényt. El kell mondjam, hogy nagyon sok embernek kell köszönetet mondanom, azért, hogy ezt a rendezvényt ilyen színvonalon, ilyen körülmények között meg tudtuk rendezni. Nem tudtunk volna falunapot rendezni, ha a támogatóink nem fogadták volna hívásunkat, és ismételten nem anyagiakkal támogatták volna. Köszönöm mindazoknak, aki a falunapi rendezvényünk létrehozásába, megvalósításába részt vett. Igazi falusi vendéglátó módra babgulyással és halászlével várták az embereket ebédre, majd a hagyományőrző tánccsoportok, illetve zenekar előadásait élvezhették a vendégek a délután folyamán. Számomra, hogy egy kis kihagyás után, néhány év kihagyás után ismét találkozhatunk. Én régebben is, amikor Gabi bácsi meghívott, mint szomszédot, akkor szívesen jöttem Szakadátra, mindig örömmel láttam, hogy elég sok ember, sok ismerős eljön ide, itt lehetett találkozni, jól érezni magunkat. Vármegyei szinten is nagyon fontos, hogy a közösségek fejlődjenek, akár azáltal, hogy több kisebb település összekovácsolódik, mondta Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Már jó ideje, minden nyáron ilyen nagyszabású rendezvényt szoktak rendezni, és én itt laktam régen a szomszédban, Szárazdon, úgyhogy nagyon régóta követem a szakadási közösség építésnek a fejleményeit, és kapcsolatban maradtunk a polgármester úrral, és azt, annak örülök most is, hogy több polgármester is eljött a környező településekről, és mindenhol, ahol hasonló közösségi programot látok, ami megmozgat több települést, annak mindig örülök. A gyerekek örömére gondolva kirakodóvására mindenféle finomsággal készültek, de lehetett lovagolni is. Délután a tűzoltóság jóvoltából pedig a habokban pancsolhattak a kicsik. Országos kerékpárbajnokságot rendeztek Tamásiban immár 42. alkalommal. Az utánpótlás korosztályban versenyző fiatalok közül több mint 100-an neveztek arangos megmérettetésre, amiben ha sikerrel járnak, előrébb viheti őket biciklis pályafutásukon. Mindenki kemény felkészülésen volt túl, hiszen ez sportkarrierük szempontjából egy nagyon lényeges küzdelemnek számít. Volt, aki már sokatszor indult neki, de volt olyan is, akinek első versenye volt. Nekem ez lesz az első mezőny OB-m, voltam már időfutamon ugye Debrecenben egy héttel ezelőtt. Nagyon nem vagyok tapasztalt versenyző, mert egy éve versenyzek a csapatnál, de igyekszek felzárkózni a többiekhez. Igen. Már versenyeztem párszor mezőnyben, de ez lesz az első, úgymond értékesebb OB-m. A tavalyi bajnok is nagyon elszántan indult neki a megmérettetésnek, szerette volna ismét megnyerni.
Hát a lehető legjobbat is szeretném hozni, az biztos, hogy én szeretnék a legjobban győzni. A felkészülés nem igazán jött össze, mert az elmúlt három hétben volt egy betegségem, és azóta is nagyon rosszak a vérképeim, és még nagyon tart lappang bennem. Úgyhogy a erő az nem igazán volt helyén az edzéseken az elmúlt hetekben, de biztos, hogy minden meg fog tenni érte. A lelkes versenyzők már alig várták, hogy bizonyíthassanak a nap legfontosabb futamán. Most már második alkalommal tudjuk közös szervezésben megrendezni ezt az eseményt, és hát az első apropóján úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk folytatni, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy még több jelentkező van, mint tavaly, úgyhogy egyelőre úgy ítéljük meg, hogy nagyon jó, most jön a nap fénypontja, a nagy verseny, délután egy órakor néhány pár, néhány perc múlva. Én részt vettek a verseny igazgatói autóban, ott onnan kísérem nyomon a versenyt, és hát már tavaly is szerencsém volt ez a dologhoz, így sokkal-sokkal élvezetesebb, bőven adrenalin, úgyhogy azt gondolom, hogy most is nagy izgalommal várjuk a versenyt. Az elmúlt 5 évben mi, mint rendezők tartottuk is országos bajnoksági fejlesztettük, ugye erről azért azt kell tudni, hogy 4 korosztály mutatja meg itt a képességeit, U13, U15, U17 és az U19-es korú gyerekek, ugye itt arról van szó, hogy utánpótlás nevelésben gondolkodnak a csapatok, és ezeket az erőkülönbségeket próbálják meg itt megmutatni, és kiharcolni az országos bajnoki címet. 140 indulónk van az idei évben, folyamatos évről évre növekedett a létszám. Először, amikor átvettük hosszú idő kihagyás után a verseny megrendezés jogát, akkor 92 fővel indultunk, és ez a mai napra már 140 főre duzzadt. Én azt gondolom, hogy itt tényleg színe java megmutatkozik a magyarországi utánpótláskorú gyerekeknek. Látszik az elmúlt éveknek a reklámja, az a fajta motiváció, amit próbálnak sugározni a gyerekek irányába a kerékpársportban. Ugye ennek köszönhető az, hogy ennyire magasabb már a létszám az utánpótláskorú gyerekekben, hiszen törekednek arra, hogy akár a nemzetközi pódiumon is megállják a helyüket, úgy, mint a híres neves kerékpárosaink, Walter Attila, Dina Marci. A tamási kerékpáros napok 3 napig tart. Ugye jellemzően 2 napig mezőnyversenyekről beszélünk, különböző rajtidőpontokban, különböző korosztályok rajtolnak el a városban, és köröznek a környékbeli településen. Ugye egy Iregszemcse, Nagykónyi Tamási útvonalon 28 kilométeres köröket tesznek meg. Vasárnap általában a kicsik indulnak, ugye ott az U13 és az U15-ös korosztály, itt is külön mezőnyökben indulnak, hogy ne lejöjjön ki mezőny közben az erőkülönbség, és hétfőn pedig a pálya országos bajnokságra, illetve a pálya diák olimpiára kerül sor, ami most már szintén évek óta mi rendezünk. És elhangzik a sírszó, hölgyeim és uraim, elindul az itt mezőnye. Négykörös útjukra, ha nem is látom, csak... Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!